Lívia és Norbert külsőségek és násznép nélkül, de szép ünnepi ruhában mondták ki a boldogító igent az újhelyi városházán. Ők is olyan fiatal pár, akik a járvány miatt és elővigyázatosságból is elhalasztották a nagy lakodalmat, helyette szűk körben házasodtak össze. A lagzit és a templomi szertartást azt eltoljuk jövőre, addigra reméljük, hogy már minden rendben lesz, viszont a polgári szertartást azt mindenképp szerettük volna, hogyha az éven megtörténik is, hogy tényleg házastársak legyünk, és ne kelljen ezt is elhalasztani és jövőre áttolni. És hát ha jól tudom, akkor annyira szűk, hogy a férjed, most már férjed családja el sem tudott jönni ezért. Nem, ők úgy döntöttek, hogy nem utazzák át a félvilágot, mert ugye Norbinak a szülei, ők 500 kilométerre valósiak innen, tehát azért az egy elég hosszú út végig az egész országon, és felelősségteljesen úgy döntöttek, hogy ők most nem vesznek részt ezen a polgári szertartáson. A járványhelyzethez igazítva a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetői is szigorú higiéniai feltételek mellett és azok betartásával vállalják az esketést. Ez a pár most nem szeretett volna maszkban házasodni, így mert nem kötelező annak viselése, ettől eltekintettek. Minden más eszközt, a tollakat, a helyiség fertőtlenítését előtte és utána is megtették. A tendencia itt is az, mint máshol, hogy a nagy esküvő tervező párok inkább lemondják a polgári szertartást is, mások megpróbálkoznak a halasztással, ha a helyszín is adott, őszi, késő nyári időpontot kérnek. Minden esetben próbálják segíteni az anyakönyvvezetők a házasulandókat. Amennyire csak lehet, próbáljuk őket támogatni, viszont az a kérés, ez mindenki jólétét szolgálja, hogy minél kisebb létszámmal jelenjenek meg az ünneplők, de természetesen támogatjuk a házasolandóknak ezt a kérését, hogy most szeretnének házasodni. Ez az ifjú pár is, ha a járványnak vége, jövőre megtartja a lagzit, ahogyan a Nászútra is biztosan sor kerül majd. Addig is sok boldogságot kívánunk nekik.